Balástjára szeretek jönni, ha mondhatom így, Újvári Laci polgármester úrhoz és az egész településhez, mert olyan fantasztikus programokat tudnak szervezni, és olyan életet él a település, ami példaértékű szerintem a többi más települések számára is, és azok a fejlesztések, azok az elképzelések is, amit kiálmodtatok, megálmodtatok 6-8, meg 10 évvel ezelőtt, mert tudom, hogy ezek az álmok egy része most valósul meg, vagy valósult meg. Én hiszem azt, hogy ezek a tervek, ezek jó tervek voltak, és az a elszántság, eltökéltség, ami vezetett benneteket, most tényleg eredményt is hozott. Meg vagyok róla győződve, hogy ennek a településnek, Balástjának, mint első számú emberenek, Újvári Lászlónak kell továbbra is lenni, mert ez számomra a biztonság és az a biztonságérzetet adó pillanat, amikor tudom, hogy ez a település jó kezekben van. Bízom benne, hogy így tesz, és a képviselő jelöltekkel is majd hasonlóan fel tudsz sorakozni, és ismételten folytatni tudod ezt a munkát. És ez a munka fontos azért is, mert élvezitek a kormánynak és a városoknak és a településeknek is a bizalmát. Ugye számos komoly rendezvényen voltunk együtt már eddig is, és remélhetőleg ezután is, és képviselitek Balástját, mert Balástja az ugye nem csak a kertészet, hanem egy olyan fellegvára itt a térségnek, meghatározó települése, amely számunkra is fontos, és szerintem az itt élő emberek számára is fontos. Én ehhez kívánok még a hátralévő választásokig, a hátralévő szűk 3 hétbe még jó munkát, a mostani programra jó felkészülést, és szeretném, hogyha folytatnánk ezt a kapcsolatunkat és ezt az együttműködésünket a választások után is. És ezt kérem a balástjai választópolgárokat, hogy ők is éljenek ezzel a lehetőséggel, és Újvári Lászlóra és a csapatára tegyék meg a voksukat, mert ez jelenti a biztonságos jövőképet Balástján. Köszönöm szépen, képviselő úr, a biztatást és méltatást. Igazából annyit szeretnék elmondani az elmúlt 10 éves munkánkból, a sok-sok éves együttműködésünkből, ami már képviselőként volt szerencsét támogatni településünket. Csak meg szeretném említeni, hogy a Balástjai autópálya lehajtó sem épült volna meg, hogyha akkor pedig még nem is a körzet képviselőjeként tevékenykedtél, hogyha akkor ennek nem lettél volna zászlóhívője, amit most is szeretnék Balástja nevében megköszönni. Illetve akkor, ami most fejeztünk be néhány hónappal ezelőtt, és valójában 10 évig készültünk rá, ez a szennyvízberuházás. Ebben is mind az előkészítő munkákban, mind az építkezés közben kellett mondjuk úgy, hogy finom hangolásokat végezni, amiben azért szeretném megköszönni most is a segítséget. Illetve egy kicsit tovább gondolkodva, és nagyon jó példa ez az autópálya lehetőség, és gondolok a kiemelt gazdasági övezet tényére, amit a kormány indítására a parlament elfogadott, és én szerintem, bocsánat, hogy így fejezem ki magam, ez kifejezetten a Balástja és Balástjához hasonló településeknek nem azt mondom, hogy van kitalálva, hanem adatik még nagyobb lehetőség. Ugye a csomópont lehajtó, közelebb kerültünk mondjuk a világhoz, ezáltal befektetési lehetőségek. Kialakítottunk egy gazdasági övezetet épp azért, hogy befektetés barát önkormányzattá váljunk. Már jelenleg van egy vállalkozás, aki működik, 2 olyan van, ami jelenleg folyamatban van az építkezés, beruházás, meg vannak sok-sok érdeklődő. Ezt azért el kell mondani, hogy sok érdeklődőből nagyon kevés az, amiből utána reális együttműködés is lesz, de én úgy gondolom, hogy elindultunk egy olyan úton, amin csak az eddigi higgadt, nyugodt építkezési szisztémával kell továbbvinni. És hogyha azt nézzük, hogy a középületeinket jelentős részben rendbe tettük, közterületeinket parkosítottuk, próbáltunk egy 21. századi elvárásoknak megfelelő délalföldi települést varázsolni Balástjából. Természetesen ebben nagyon sokan segítkeztek. Azt is el kell hozzá mondani, hogy ilyen szándékhoz, ilyen ötlethez egyértelmű, hogy a kormányzati háttér, a segítség, a pályázati lehetőségek biztosítása nélkülözhetetlen. Ebben is azért szeretném azt elmondani, hogy képviselő úr nagyon sokat segítkezett, és remélem az elkövetkezendő években is
hasonló gyümölcsöző módon tudunk együtt dolgozni. Komolyan gondolkodunk még olyan lehetőségen, hogy hogyan lehetne önkormányzatunk költségeit észszerűen csökkenteni, hogyan lehetne az energia felhasználást hatékonyabbá tenni, hogyan lehetne intézményeinket energia felhasználás szempontjából korszerűsíteni. Igaz, hogy elindultunk már egy úton, ennek az első lépését megtettük, egy ilyen napelem parkot építettünk iskolánk tetejére, de ezt szeretnénk továbbfejleszteni. Sőt, nem csak az elektromos energia, hanem a fűtés korszerűsítésében is szeretnénk tovább lépni, illetve rendezvényeinket továbbfejleszteni. Most a napokban lesz, most fogjuk megrendezni hétvégén a 15. Zöldségvirág Fesztivált, aminek a lebonyolítását, hál' Istennek, megtapasztalhattad az elmúlt években, és bízom benne, hogy ott is fogunk találkozni, illetve ezeket szeretnénk továbbfejleszteni a lehetőségek kihasználásával, mert azért egy olyan településen élünk, és mindent kívánok megtenni azért, hogy olyan is maradjon Balástja, ahol nem csak fizikális építkezések vannak, nem csak az épített környezetünket fejlesztjük, hanem az emberi kapcsolatokat, a közösségformálást, és próbálunk azért mindent megtenni, hogy egy olyan igazi közösség legyen a jövőben is Balástja, ahol születnek gyerekek, ahol a fiatalok megtalálják számításokat, ahonnan nem költöznek el, sőt, szeretnénk Szeged közelségét még jobban kihasználni. 20 kilométerre vagyunk Szegedtől, autópálya megközelíthetőség és a többi. Még inkább az agglomerációs övezetben, amit már egy kicsit azért tapasztalunk, még inkább bebe szeretnénk beletartozni, és mindent próbálunk megtenni a jövőben is azért, és bízom benne, hogy olyan képviselőket fognak választani velem együtt természetesen a balástjai választók, akikkel hasonlóan tudunk gondolkodni, mint eddig csináltuk. Így legyen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Gratulálni szeretnék, és további munkát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.